Szombaton már 6:30 megnyitja kapuit az első nyírségi disznótoros fesztivál. 7 órakor kezdődik a disznóvágás, majd ezt követően az Árpád-kori faluban kijelölt helyen minden csapat megkezdheti a hurka, kolbász és más finomságok elkészítését. De a programok és az egésznapos gasztronómiai utazás egészen késő estig tart. 8 órától már színpadi produkció van, és nyilván azzal kezdünk, hogy a csapatokat bemutatjuk. 10 órától lesz a hivatalos megnyitója a rendezvénynek, ezt követően pedig színpadi produkciók, és próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy a néptánc, a népzene, a mulatós kategória, egy pici rock, illetve egyéb stílusok megjelennek a színpadon. Ezt azért tettük, hogy minél több embernek próbáljunk kedvébe járni. A verseny ideje alatt elkészült finomságokat a gasztronómia szakemberei fogják zsűrizni. A zsűritagok több szempontot is figyelembe vesznek a versenyételeknél. Ilyenek például a hús bontása, feldolgozása, az étel íze, színe és nem utolsó sorban a tálalás. A trendi gasztróújítások speciális fűszerezés és tálalás mellett fontos, hogy a versenyzők megőrizzék a hagyományos ízeket. Abszolút mindenkinek a fantázián bízva az, hogy mit fogjunk behozni a zsűrinek. Ugye nagyon sokan készítik már a kolbászt, úgyhogy öntenek bele egy pici kis konyakot, vagy borral készítik. Ez mindenféleképpen jó. Ha az ételnek az az íze megmarad, ami a kolbászra jellemző, akkor ez ennyi semmi probléma. Bármikor bárkinek lehet ilyet. Egy nemes gondolat és egy nemes cél is helyet kapott a rendezvényen, hiszen a tombola bevételének összegét a rendezvény szervezői felajánlották a Jó Sandrás Oktató Kórház alapítványa részére.